Ezek a mobiltelefonos felvételek Nyíregyháza fölött készültek egy An-2-es típusú gép pilóta fülkéjéből. A repülőnapra látogatók a kétfedeles gép mellett kipróbálhatták a Piper és a Cessna repülőgépeket is, valamint láthattak többek között ejtőernyősöket és helikopteres bemutatót is. Ez a önkormányzata az 5. repülőnapunk volt, és az időjárás kegyes volt hozzánk, és nagyon sokan kilátogattak, szerintem több mint 5000-en voltak a repülőnapon. Szerintem egy tartalmas repülőnapot sikerült összeállítani, és reméljük, hogy balesetmentesen fogjuk zárni a sétarepüléssel. A repülőnap vendége volt Verez Zoltán műrepülő, aki délelőtt és délután is egy-egy bemutatóval várta a közönséget. Az Európa-bajnok pilóta a szárnyakon érkezett a megyeszékhelyre, majd repülővel távozott a következő bemutató helyszínére. Budapest környékéről jöttem, és egy speciális produkcióval készültem, hiszen én itt tanultam meg repülni Nyíregyházán, úgyhogy most ide hoztam vissza azt a tudást, amit itt megszereztem, legalábbis részét. Úgyhogy nagyon nagy kedvel jöttem, és szívdobogva tényleg, és amit itt látott a közönség, az egy érzés volt, ami felőlem van a nyíregyháziaknak. A Földön mindeközben egész nap játszóházzal, ugrálóvárral, repülőmodell kiállítással, IS versennyel és katasztrófavédelmi bemutatóval várták a legfiatalabbakat.